A Magyar Jogász Egyet megyei szervezete már 2 évtizede szervez kispályás tornákat, amelyeken az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok mérik össze tudásukat. A Paragrafus Kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görögkatolikus pap kispap válogatottal. Pénteken mindkét csapat képviselői pályára lépnek Baktaló rendházán a parlamenti válogatott elleni találkozón. Tulajdonképpen sporttörténelmét írjuk Szabadszatmár Bereg megye labdarúgásának, ilyen még nem volt, de most lesz. Tehát Magyarország parlamenti válogatottja egy fél időt játszik Magyarország görögkatolikus, Kárpát-medencei görögkatolikus pap-kispap válogatottjával, és egy fél időt játszik majd a megyei Paragrafus Kupa válogatottjával. Gyakorlatilag azért sporttörténelem, mert a Paragrafus Kupa egyedül Magyarországon Szabadszatmár-Bereg megyében él és létezik, és minden évben ugye futballozunk, és ebből jött az a megmérettetési lehetőség, hogy a parlament válogatottjával játszhatunk. Egyeztettem Püspök úrral, érsek úrral, a helyi igazságszolgáltatás csapatának képviselőivel, akik azt mondták, hogy igen, csináljuk meg ezt a mérkőzést. Megcsináltuk. A parlamenti válogatott már több alkalommal is szerepelt a megyében, kispályás és nagypályás meccseket is játszanak az országgyűlési képviselők. Évente egy 20-30 mérkőzést szoktunk bevállalni az ország különböző pontjain, különböző rendezvényeken. El kell, hogy mondjam, hogy ez is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülálló kezdeményezés, úgyhogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormány megbizotjaként külön örülök, hogy egy ilyen alkalommal tudunk egy jó mérkőzést szervezni. Természetesen minden ilyen mérkőzésre mindenki készül, mindenki győzni szerette, de a mérkőzés, amikor véget ért, akkor nagyon fontos, hogy azok a kapcsolatok, amelyek a mindennapi munka során egyébként megvannak, azok tovább erősödhessenek. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen alkalom lesz. A görögkatolikus pap és kispap válogatott is rendszeresen vállal fellépéseket, sokszor jótékonysági meccseken lépnek pályára. Ezúttal sérült gyerekek táboroztatására szeretnének pénzt gyűjteni a meccs kapcsán. Én azt hiszem, a legnagyobb üzenete az, hogy a parlamenti képviselő, a bíró, a pap is ember, és ebben az emberi mi voltunkban tudjuk megmutatni azt, hogy igen, hiszünk a játék erejében, az összetartás erejében, az emberi mi voltunkban, hiszünk abban, hogy igenis egy nemes cél érdekében lehet összefogni, bár egymás ellen, de mégis azt hiszem, hogy közös célra. A magyar parlamenti válogatott, Magyarország görögkatolikus pap kispap válogatott, Magyar Jogász Egylet Paragrafus Kupa válogatott mérkőzés pénteken 15 órakor kezdődik a Baktaló rendházi sportpályán.